nőnap, megemlékezés és egyéb eseményekről adott tájékoztatást a márciusi programokkal kapcsolatban Miskolci Ildikó, a Barasi Faluház népművelője. Március 9-én szerdán nőnapi ajándékműsorral kedveskedünk a hölgyeknek 18 órától. Sztárvendégünk Berecki Zoltán lesz. Erre az eseményünkre korlátozott férőhely miatt ülőhelyre szóló előzetes regisztráció szükséges. Nagyon fontos megemlíteni, hogy előadásunk ingyenes. Március 15-én, kedden 11 órától az 1848-as forradalom és szabadságharc alkalmából megrendezett ünnepi megemlékezésre hívunk mindenkit, Kornis Károly huszár főhadnagy síremlékéhez, a Baracsi templomosi temetőbe. Programunk között szerepel, közreműködnek a Széchenyi Zsigmond általános iskola diákjai, majd ünnepi beszédet mond Horváth Béla történelemtanár, és Várai Robert polgármester úr köszöntőjét hallgathatják, és ezt követően koszorúzás lesz. Március 18-án Vegyes Árus érkezik a faluházba reggel 9 órától. A mostani hónapban több festmény és rajzpályázatot indítottunk a gyerekek részére, az egyiket a faluház, és a Magyar Hidrológiai Társaság Dunaújvárosi Szervezete, a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság és a település önkormányzata támogatásával valósult meg. Ennek a pályázatnak a címe Felszín alatti vizek. A gyerekek ezekre a pályaműveket március 11-ig adhatják le, A30-as és A4-es műszaki rajzlapra kérjük elkészíteni. Na, szeretném megkérni a gyerekeket, hogy az idei évben önállóan dolgozzanak, és ne csoportos pályaműveket adjanak be, mert ez nekünk is jóval könnyebb így a zsűrizés szempontjából. Az eredményhirdetés ennél a pályázatnál március 21-én lesz hétfőn itt a faluházba 9 órakor. Természetesen előtte már értesítünk mindenkit, hogy kik nyerték a pályázatokat. A másik rajzpályázatot Csukás István tiszteletére a Baracsi Könyvtár hirdette meg. Gárdján Attiláné Gyöngyi néni indította ezt a rajzpályázatot. Több korcsoport számára a pályaművek leadási határideje március 18-áig lehetséges a könyvtárban, vagy a Széchenyi Zsigmond általános iskolában Pukli Zsuzsanna tanárnőnél. Itt a díjkiosztó március 31-é lesz, bővebb információt pedig Gyöngyi néni tud adni a gyerekeknek a könyvtárban. Márciusi hónapban tovább folytatódnak a tornacsarnokban az edzések. Hétfőn és szerdán a legkisebbeknek van, óvis torna 15 órától. Hétfőn és szerdán a tükrös teremben 16 óra 45-től Benkini Juhász Márta tart tornát a táncteremben. Kedden csütörtökön 4 órától pedig Cuppon Péter tart néptáncpróbát a néptánccsoportoknak. Ezek az állandó programok a faluházban. Bármi kérdés esetén mindenkinek állunk rendelkezésére, elérhetőségeink e-mailen faluházbaracs@gmail.com, telefon 06 25 499 863, vagy a Facebook oldalunkon is megtalálhatnak bennünket. Amennyiben ön is fontosnak tartja, hogy összeállításunk másokat is elérjen, kérjük, lájkolja és ossza meg videónkat.